Viszont Balázs Zsolt mégiscsak úgy látszik, hogy számít az a felháborodás, ami övezte ezt az akciót, mint a visszaküldési akciót, mert hogy egy interjúban azt mondta, hogy egy kicsit azért végig gondolta az eddigi tevékenységét, munkásságát, és hogy visszavesz, és nem lesz több csúnya beszéd a publicisztikában. Szóval ne csináljunk úgy, mintha Bayer Zsolttal a káromkodás lett volna a probléma. Ne csináljunk úgy, mintha Bayer Zsolttal a probléma a trágárság lett volna. Bayer Zsolt egy göbbelszi nyelvet használ, méghozzá a leggöbbelszibb nyelvet a magyar újságírás történetében, talán a 40-es évek óta. Tehát arról van szó, hogy aki a Bayer Zsolt pártjának, az ő esetében ezt így nyugodtan ki lehet jelenteni, mert neki valami ötös pártagkönyve van, vagy milyen, tehát még büszke pártag, aki a Bayer Zsolt pártjának az álláspontjával ellentétes nézetet vall, az kígyóvállú, az csúszómászó, betegségeket terjesztő patkány, tehát ez a göbbelszi nyelv, ez a göbbelszi politikai nyelv. De még csak nem is ez személy szerint. Még csak nem is ez a legnagyobb probléma a Bayer Zsolttal. A Bayer Zsolttal az a legnagyobb probléma, hogy ő fanatizmust hazudik, hogy ő azt állítja, ő azt demonstrálja, hogy ő a legfanatikusabb ebben az országban, ő a legautonómabb ebben az országban, a legdühösebb és a legkeresztényebb. Ehhez képest a fanatizmus helyén mélységes cinizmus, az autonómia helyén szolgaság, de a legmélyebb szolgaság, a legalávalóbb szolgaság, a düh helyén számítás és kalkuláció, a kereszténység helyén pedig a legaljasabb romlottság. Ez Bayer Zsolt, és ez a probléma Bayer Zsolttal, még csak nem is a göbbelszi nyelv. Én azt szeretném ehhez hozzátenni, amit a Robi mond, mert hogy konkrétan tényleg egy uszítóról van szó, akinek a nyomán sokan gondolhatják azt, hogy bármi megengedett tulajdonképpen azokkal szemben, akiket a Bayer Zsolt a szájára vesz, vagy akiről azt gondolja, hogy nem legitim része ennek a rendszernek. Tehát, hogy ebben konkrét veszély van.